Kedves tanulók, üdvözöllek benneteket! Sárosi Gabriela vagyok, az Adai Cseh Károly Általános Iskola történelem tanára. A mai óránk témája egy nagyon érdekes téma, az Európai Egyesülések, vagyis ahogy mi napjainkban ismerjük, az Európai Unió, és az Európai Uniónak a történetével, fejlődésével ismerkedünk meg az elkövetkező néhány perc során. Tudjuk azt, hogy ugye Európa már megosztottá vált a II. Világháború után, katonai egyesülések, formációk alakultak ki, különböző szövetségek jöttek létre, és hát valahol már a háború alatt is megszületett az ötlete annak, hogy egy európai Egyesült Államokat is létrehozzanak, és hát tulajdonképpen az országok el is kezdtek gondolkodni azon, hogy hogyan is lehetne ezt létrehozni, és 6 nyugat-európai ország, a Német Szövetségi Köztársaság, Franciaország, Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxemburg képviselői összeültek, és valahol elkezdték lefektetni az alapjait az elkövetkezőkben egy politikai és gazdasági egyesülésnek, aminek ugye azért több lépése is volt, hisz először csak egy úgynevezett európai szén- és acélközösséget hoztak létre 1951-ben, mint egy érdekvédelmi szervezetet, majd 1957-ben két szervezet jön még létre, az Euratom, az atomenergiai megállapodás és az Európai Gazdasági Közösség is ugye ekkor alakul és jön létre, és később, tehát egy 10 évre rá, 1967-ben ebből a 3 szerveződésből, 3 közösségből jön létre az Európai Közösség, vagy az Európai Unió. Na most nagyon fontos az azért, hogy hosszú ez a folyamat, még mi Európai Unióról beszélhetünk. 1992-ben Maastrichtben történt egy döntés az Európai Unió létrehozásáról, majd ugye elkezdték kidolgozni a jogi alapjait az együttműködésnek, és végeredményben ugye 1994. januárjától lép ez a szerződés életbe, és ugye indul el lassan lépésről lépésre az Európai Unió fejlődése. A következő térképen meg tudjátok ugye nézni azt, hogy melyik országok voltak az alapítók, melyik ország mikor csatlakozott az Európai Unióhoz, és tulajdonképpen ugye látjátok majd azt is, hogy a legutolsó, akit felvettek ebbe a közösségbe, az Horvátország volt, és a felvétele 1913-ban történt meg. Több ország tagjelölt, többek között Izland, Montenegro, Macedónia, Szerbia, és ugyanígy Törökország is. Tehát végeredményben látjuk, hogy ez a szerveződés azért európai szintűvé fog válni, és egyre több ország próbál csatlakozni hozzá. Az Európai Gazdasági Közösség 1985-ben vette át az európai zászló használatát, és azóta van ugye ez a sokcsillagos kék zászló használatban. Ahogy fejlődött az Európai Unió, úgy kellett arról is gondolkodni és gondoskodni, hogy ha a határok megszűnnek, vagy bizonyos értelemben átjárhatóvá válnak, akkor az egyes országok sem tudják már használni azt a pénznemet, amit régen használtak, és ezért eldöntötték, hogy szükségszerű egy közös fizetőeszközt, az eurót létrehozni. Erről a döntés 1995-ben a madridi csúcs találkozójukon született meg, és 4 évre rá be is vezették az eurót, mint elszámolási pénzt az Európai Unióba, és hát tulajdonképpen azért hivatalosan még 3 évig kellett arra várni, hogy az adott országok, tehát egyes országok a saját fizetési eszközüket átcseréljék euróra. Vannak európai országok, amelyekben, tehát mint Magyarországon is, forgalomban van az euró és a saját fizetési eszköz is, tehát nem történt meg azért mindenütt teljes egészében az euró használatára való áttérés. A
pénzügyek kezelésére két szervet hoztak létre. Létrehozták az Európai Központi Bankot, amely azért felel, hogy az euróövezetben, tehát ahol az eurót használják fizetőeszközként, fenntartsák az árstabilitását ennek a fizetőeszköznek. Az Európai Unió számvevőszéke pedig, vagy az Európai Számvevőszék pedig azt ellenőrzi, hogy az Európai Unió költségvetése megfelelően lett kezelve. Az Európai Unió szervezeti felépítését, ha nézzük, akkor ugye látjuk azt, hogy az Európai Bizottságból, az Európai Tanácsból és az Európai Parlamentből tevődik össze. Azt is látjuk, hogy nem mindegyik szervezetnek van döntéshozatali joga. Tehát látjátok, az Európai Bizottság az javaslatokat dolgoz ki, vagy javaslatmódosításokat dolgoz ki, tovább küldi az Európai Tanács ülésére, ahol tulajdonképpen a jogalkotás történik, és ugye látjuk azt is, hogy az Európai Tanács, amikor már egy-egy dokumentumot összeállított, akkor ezt az Európai Parlament elé terjeszti egyeztetésre, és ugye az Európai Parlament utána mind a két irányba küld véleményezést az adott dokumentummal kapcsolatban. A következő térképen láthatjátok azt, hogy hol is székelnek, hol találhatóak az Európai Unió intézményei. Tehát látjuk, hogy az Európai Bizottság, a miniszterek tanácsa Brüsszelben székel, Luxemburgban található az Európai Bíróság és az Európai Számvevőszék épülete, Frankfurtban az Európai Központi Bank, és ugye egész lent Strasbourgban az Európai Parlament. Nézzük csak röviden a teljesség igénye nélkül, hogy mi mindennel foglalkoznak ezek a szervezetek. Tehát az Európai Tanács tulajdonképpen az a hely, ahol a legjelentősebb politikai döntések születnek, és tulajdonképpen itt határozzák meg azt, hogy milyen politikai irányvonalat követ az Unió. Ez a szerv jogalkotással nem foglalkozik. A tagjai az európai ugye, államok államfői és kormányfői, tehát akik tagállamai ennek a szervezetnek, és ugye a soros elnökségi funkció mindig az azt ellátó ország miniszterelnöke lesz. Az Európai Tanács évente általában négyszer ül össze és tanácskozik. A másik szervezete az Európai Unió Tanácsa, ez Brüsszelben ugye található a székháza, ő az Európai Unió fő döntéshozó szerve, jogszabályokat fogad el és összehangolja az unió szakpolitikát. Nagyon sok mindenről tanácskozhat, hozhat döntést, tehát egyes államoknak van döntési joguk a közös kül- és belpolitika, az adózás, a menekültügy és a bevándorlás esetében is. Nézzük az Európai Parlamentet. Az Európai Parlamentről már megállapítottuk ugye a térkép alapján, hogy Strasbourgban van a székhelye. Itt a parlamentben az unió polgárai által közvetlenül megválasztott képviselők vesznek részt, és a tanács mellett ugye fokozottan bővülő szerepet tölt be a parlament is, és ugye itt is a jogalkotással is foglalkoznak. Az Európai Parlament feladata a kinevezés és az ellenőrzés. Ezen kívül részt vállal az unió költségvetésének a meghatározásában, és azt is meghatározza, hogy tehát ha azt nézzük, hogy kik kerülhetnek, vagy hány képviselő kerülhet be az Európai Parlamentbe, akkor ugye ez részarányosan van az adott ország népesség számával. A parlamentben jelenleg 751 képviselő van, ebből 21 a magyarországi. Az Európai Bizottság tehát nem keverendő össze más testületekkel, Brüsszelben székel, és ő készíti elő az Európai Unió tanácsának és az Európai Parlamentnek a döntéseit, és ő hajtja végre ezeket a döntéseket. Tehát
minden államtól, tagállamtól független, és mindenki felett az unió érdekeit képviseli. A nizai szerződés értelmében, tehát a 28 tagú Európai Unióban minden ugye ország egy biztost jelölhet, és így a bizottság kollégiuma 28 főből áll. Három feladata van, tehát jogszabályokat kezdeményez, őrködik a közösségi jog szerződések betartása felett, és végrehajtja az uniós politikát. Az Európai Bíróság Luxemburgban található, itt a székházát látjátok a képen, gondoskodik arról, hogy az Európai Uniós tagállamok betartsák a rendelkezéseket, döntéseket, és ez mellett ellenőrzi azt, hogy az adott tagországokban tiszteletben tartják ki a szólásszabadságot, a sajtószabadságot és az alapvető emberi jogokat. Az Európai Unió alapelveit, ha nézzük tehát a négy szabadság elvet, akkor látjátok, hogy mit is jelent ez, tehát az áruk szabad áramlását, a szolgáltatások szabad áramlását, a munkaerő szabad áramlását és a tőke szabad áramlását. Tehát tulajdonképpen, ha azt nézzük, akkor az elfogadott szabványok, az oktatási rendszerek össze vannak hangolva, tehát tulajdonképpen a tagállamok elfogadják épp úgy az iskolai végzettséget, és lehetővé teszik ugye a szolgáltatások és az áru szabad áramlását is ezen a területen. Az Európai Unió jelképeiről is kell ejtenünk néhány szót. Ugye az európai zászló közepén egy kört alkotó 12 csillag látható, ami a tagállamok közötti szolidaritást, egységet és összhangot jelképezi. Az európai himnuszt azt hiszem mindannyian ismeritek, Ludwig Beethoven komponálta, ez a 9. szimfónia és az Örömóda címet viseli. Megvan az Európa nap is, amelyet 1950. május 9-én ugye fogadtak el, és határozott meg Robert Schuman. Van az Európai Uniónak egy jelmondata is, ezt a jelmondatot az Unió hát fiatalsága körében meghirdetett pályázat során hozták meg, fogadták el, tehát a jelmondat egyesülve sokféleségben. A jelmondat egyrészt a békét és a jólétet szorgalmazza, tehát úgy gondol rá, mint tehát az Európai Unióra úgy tekint, mint egy gazdagító, kulturális, nyelvi és hagyománybeli sokszínűségű területre. Amit még szeretnék megmutatni és elmondani nektek, tehát valamilyen szinten tisztába kell lennünk azzal, hogy azért a Schengen élvezet, az eurózóna, az Európai Unió, az Európai Unió, tehát az Európai Vámunió, az Európai Gazdasági Térség és az Európai Tanács, ezek tehát külön-külön létező társulások, szervezetek, vannak átfedések, de látjátok azt, hogy nem minden ország tagja a Schengen övezetnek, használja az uniót, látjátok azt is, hogy vannak még ugye az Európai Unióba csatlakozni kívánó és onnan már kilépett országok, tehát igyesen ugye Anglia is kezdeményezte, vagy Nagy-Britannia a kilépését. Ezt a területet meghagyom nektek, hogy kutakodjatok, nézzetek utána, keressétek meg a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyek bennetek is felmerülnek, és hát előadásomat ezzel a karikatúrával zárnám, a 12 csillagos úszógumival, amiben ugye kapaszkodnak az emberek, tehát kapaszkodnak azokba az értékekbe, amelyeket az Európai Unió képvisel a számukra. Köszönöm szépen a figyelmet, és kívánok további jó napot, sikeres munkát!